Szóval komolyan sosem vetted azt az ideát, hogy te énekeld a dalaidat? Nem Nem, frusztrált mindig. az az, nem frusztrált az az érzés, hogy hiszen mondtam a bevezetőben is, hogy több száz sláger kötődik a nevedhez, de viszont nem mindig tudják az emberek, hogy ezt Igen, te írtad, de azt tudják, hogy ki de énekli. az érzés frusztrált, sőt, hogy precíz legyek, idegesített, sőt, nem egyszer örjöngtem, és ennek különböző fokozatai voltak, mert nem csak az én, mert ennek fokozatai voltak, először is ugye az énekeshez kötik. Másodszor még az effektív zeneszerzőhöz kötik. Tehát x-szer előfordult, ugye, hogy az volt kiírva csak, hogy fényes, mindenkinek van egy álma, nádas, kicsit szomorkás hangulatom, amikor aztán örjöngtem, pereskedtem, levelet írtam, mindent csináltam. Azt az egyszerű megoldást, hogy én énekeljem a dalokat, annak ellenére, hogy a társaságban azt mondják, hogy kedvesen tudok énekelni, nekem van önkritikám, hát én nem rendelkezem sajnos ilyen képességekkel. Nem rendelkezem. Lehet, hogy tudtam volna. Bródy Jancsit mindig irigyeltem ezért. Mindig irigyeltem ezért, hogy elénekli a dalát. Velem is, hát most előfordult, hogy hát éppen a televízióban a Nemzeti Színházon egy daromat énekeltem, hát elkéstem bele, hogy ezt a pár évtizedet, amikor az ember úgy mutogatni okos az embernek magát, hát ez fiatalon lehet, hogy kellett volna, de hát alapjavéve jól jártam azzal, hogy nagyon tehetséges énekesek és nagyon tehetséges színészek adták elő a dalomat. Amikor konferáltam, akkor is mindig arra törekedtem, hogy védekezzem az ilyen kép, ilyen vonalon lévő esetleg nem kifejlett, finom legyek magammal, nem kifejlett tehetségemmel szemben. Azaz, ha konferáltam, akkor mindig írtam magamnak 4 plusz poént, hogyha 3-at elrontok, akkor még a negyedikkel valahogy meg tudja búszni.